Adit alakönny, a kenyeres ár. Hadd kezdjem talán ott, hogy amikor Meister Éva művésznő és Préda István barátom felkértek arra, hogy a mai nap tartsak itt egy kis beszédet, akkor bevallom őszintén, hogy hezitálni kezdtem, mivel hogy én egy pártnak vagyok a képviselője a helyi önkormányzatban, és nem szerettem volna, hogyha erre a mai ünnepségre rányomja bármilyen szinten a bélyegét a pártpolitika. Éppen ezért fontosnak tartom leszögezni, hogy nem egyik vagy másik párt képviselőjeként vagyok most én itt, hanem egyszerű magyar elnézést állampolgárként, aki felelősséget érez a székelység sorsáért, és történetesen jó magam is székely leszármazó vagyok. Március 10-e. Miért is ez a mai nap, amelyen ünnepeljük a székely szabadságot? 2 évvel ezelőtt a Székely Nemzeti Tanács úgy döntött, hogy az 1854. március 10-én kivégzett Mack-féle összeesküvés vezetőinek a emléknapja lesz az a nap, amelyen minden évben meg fogunk emlékezni a székelyeknek az autonómia törekvéséről, ezért lett ez a nap kijelölve erre a célra. Azt gondolom, hogy ha egy pillanatra körbe tekintünk és megvizsgáljuk a erdélyi magyar székelységnek a helyzetét, akkor elég rossz helyzetet láthatunk. Ha figyelték a mostani híreket, hallhattuk, hogy Marosvásárhely román polgármestere gyakorlatilag betiltotta a mára szervezett összejövetelt, tüntetést, megmozdulást, és hát nem csak idénre, hanem már jó előre 2016-ra és 2017-re is sikerült neki betölteni ezt a rendezvényt. Tehát láthatjuk, hogy mindenféle adminisztratív és büntetőjogi eszközökkel próbálja a román hatalom gyakorlatilag akadályozni a székely magyaroknak a közösségi jogait és az önrendelkezésüket. De elég csak az oktatásra gondolni Székelyföldön. Megemlíthetjük azt, hogy Marosvásárhelyen bár törvény írja elő, mégsem sikerült, hogy megszülessen az orvosi egyetemen a magyar nyelvű kar, hamarosan megszűnik az egyetemen a magyar nyelvű gyógyszerészképzés, illetőleg sorra vesz vissza sajnálatos módon a román állam a magyar iskolákat, mert nincsen rá pénz, hogy ezeket fenntartsák. Talán kevesen tudják az itt jelenlévők közül, hogy a sokat szidott kommunista rendszerben és Ceausescu rendszerben 1952 és 60 között, majd pedig 1960 és 68 között előbb magyar autonóm terület, majd később Maros magyar autonóm terület néven már volt egyszer valamilyen szintű területi autonómia Erdélyben a magyarság részére. Ennek a története csak egyébként annyi, hogy Sztálin annak idején úgy volt csak hajlandó hozzájárulni a román alkotmánynak az elfogadásához, hogy muszáj volt valamilyen szintű önrendelkezést biztosítani az ott élő magyarok részére. Nyilván nem mondom azt, hogy fenékig tejföl volt ebben a rendszerben a magyarok helyzete, ez korán sincsen természetesen így. Ugyanakkor el kell, hogy mondjuk, hogy ebben az autonóm régióban bizony a román mellett a magyar is hivatalos nyelv volt, ennyivel is hátrébb vagyunk most 2015-ben. Azonban ne csak szomorú húrokat pengessünk, ha egy picit eltávolodunk a mindennapok küzdelmeitől, és mondjuk egy nagyobb távlatban tekintünk az elmúlt évek autonómia törekvéseire, mondjuk az elmúlt 10 évet veszük górcső alá, akkor azt kell, hogy lássuk, hogy egy igen szép fejlődési folyamatban van az autonómia mozgalom, hogyha egy allegóriával érhetnék, akkor olyan, mint egy áldott állapotban lévő édesanyának a terhességi szakasza, aminek a végén majd remélhetőleg egy gyümölcs, egy gyermek fog megszületni, amit most nevezünk akkor autonómiának. Engedjék meg, hogy néhány mondatban csak felsoroljam azokat a legfontosabb állomásokat, amely az elmúlt 10 évben az autonómia törekvések során megvalósultak. 2003. október 26-án alakult meg a Székely Nemzeti Tanács, mely céljául tűzte, hogy Székelyföld autonómiáját a jog és a demokrácia eszközével kivívja. 2004. január 17-én a Székely Nemzeti Tanács véglegesíti és elfogadja Székelyföld autonómiának statútum tervezetét. 2006. március 15-én van az első komolyabb tömegmegmozdulás Székelyudvarhelyen, ezen az első tömeggyűlésen 20 ezer ember követeli Székelyföld autonómiáját. Ezt követően ugyanebben az évben még október 7-én, tehát 2006. október 7-én a Székely Nemzeti Tanács nem hivatalos népszavazást tartott 254 településen, melyen az igenek száma, tehát akik szeretnék, hogy Székelyföld autonóm státuszhoz jusson, az 99,31% volt. Ezt követően indult el a Zászlóháború néven elhíresült mozgalom. Egyre több közintézmény és magánháznak a portájára tűzték ki a székely zászlót, amelynek talán mindenki tudja, hogy tehát elég erős üldöztetésnek lett emiatt kitéve ezek a székelyföldi települések.
Ezt követően több székelyföldi település önkormányzata népszavazást írt ki 2009. március 15-ére, mely népszavazásban az volt a terv, hogy arról szavazhatnának a polgárok, hogy akarják-e, hogy a jelenlegi megyehatárok megváltozzanak Romániában, és egy székelyföldi autonóm közigazgatási egység létrejöjjön. Sajnálatos módon erre a népszavazásra nem került sor, mivel a hatalom ezt mindenáron megpróbálta megakadályozni, sajnos sikerrel. Ezeket a népszavazási kezdeményezéseket, ezeket alkotmányellenesnek nyilvánították. 2009. májusában a Székely Nemzeti Tanács, ez is nagyon fontos, lefoglalta a .sic legmagasabb szintű domain nevet. 2009. szeptember 4-én Székely udvarhelyen elfogadták a Székelyföldi Autonómia statútumát. Ez azért volt fontos, mert ekkor fogadták el Székelyföldnek a zászlaját, ugye, amelyet mindannyian ismerünk, címerét, a székelyhimnuszt, illetve a jelenlegi térképét, illetve a közigazgatási felosztását, mely szerint 8 székre fog majd tagozódni egykoron ez a székely autonóm terület. 2013. március 10-én volt az a nagy gyűlés, mely a mostani napot kijelölték a Székely Szabadság napjává, a Székely Vértanúk emléknapját. Ezt követően, csak lapoznom kell, 2013. október 27-én pedig a mindannyiunk által gondolom, hogy ismert székelyek nagy menetelése történt meg, melyen 120 ezer ember vett részt, 53 kilométeres összefüggő oszlopot alkottak, és két darab 250 méter hosszú székely zászlót is kifeszítettek a meneten résztvevők. No tehát, én azt gondolom, hogy egyik szemünk sírhat, a másik pedig nevet. Ezek a állomások, amelyeket most én felsoroltam, mindenképpen abba az irányba mutatnak, hogy valóban egy nagyon erős, és én bízok benne, hogy megállíthatatlan törekvés van arra, hogy végre Székelyföld autonómiát nyerjen. És hogy az előbb említettem ezt a hasonlatot, én úgy gondolom, hogy meg fog születni ez a gyermek, bár nyilván nagyon nehéz szülés ez, viszont azt is fontosnak tartom leszögezni, hogy mint ahogy egy ember életében a születések egy kiinduló pont, tehát ha azt mondjuk, hogy a születéssel születik meg mondjuk az autonómia, egy felnőtt akkor válik igazán teljes ember, hogyha önálló is lesz. Úgyhogy én nagyon bízom benne, hogy a székely autonómia, amit hogyha el fogunk nyerni, az nem egy cél, hanem csak egy állomás arra, hogy a Székelyföld még ennél is jóval nagyobb önrendelkezéssel bírjon, és most akkor én tennék három pontot, és mindenki gondolja el, hogy milyen irányban gondolkodok én. Március 10-e van, közösen vagyunk itt, hogy ünnepeljünk, és valamilyen módon szolidaritásunkról biztosítsuk székely testvéreinket. A mai napon mindenképpen úgy gondolom, hogy itt, akik jelen vagyunk, mindannyian székelyek vagyunk. A segítőink hamarosan körbe mennek, és mindenkinek próbálnak osztani egy-egy székely kokárdát. Nálam is van egy egyébként. És megkérnélek benneteket, megkérném önöket, hogy aki kapott ilyen székely kokárdát, azt tűzze ki a szíve felé. Szerettem volna, hogyha ez tényleg felkerül minél több emberre, mert ilyen módon jelképesen is ki tudjuk fejezni a szolidaritásunkat és az együttérzésünket a székely testvéreinkkel. Köszönöm, hogy meghallgattatok, meghallgattak. Isten áldja Székelyföldet, Isten áldja a székelyeket. Köszönöm szépen.